Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal megtisztelték a programokat, és reméljük, hogy mindenki jól tudja magát érezni. Úgyhogy én ilyen rövid bevezető után átadom a szót annak, aki le fogja vezényelni ezt az egész ünnepséget, hogy itt a tiéd a szó. Tisztelt egybegyűjtők, kedves gyerekek! A mai napon azért gyűltünk össze, hogy felelevenítsük közösségünk lakodalmas szokásait. Az ember társas lény, az idő kezdete óta közösségben él és társat választ magának. Az esküvő és a lakodalom mindig jeles ünnepi esemény volt a fiatalok életében. Nagymamáink, dédanyáink idejében már-már rehagyott szokások voltak érvényesek. A fiatal pár nem kellhetett ebbe, csak félig udvarlás után. Az esküvőt orvosi vizsgálat előzte meg, hogy egészségesek-e a fiatalok. A hozomány nagyon fontos szerepet töltött be, mert meghatározta az új élet kezdetét. Az esküvő napján a készülő is hete előzte meg, amikor a rokonságból felkért szakácsasszonyok sütemény sütötte, csigatésztát csodolta, disznó és tyúkot vártak, különböző húsvételeket készítettek. A férfiak sárgat állítottak a lányosház udvarán, ahol a lakadalmas mulatság zajlott, bár volt, hogy a ház tiszta szobájában terítettek fel. Az esküvő napján az események vezénylője a főfény. Mára nem csak az a szeret a nagyfőfének, hogy humoros versekkel szórakoztassa a vendégeket, hanem magának a lakodalomnak a levezetése is. Természetesen változnak a szokások. Egyre többen rendeznek a hagyományos sárgas mulatság helyen éttermekben lakodalmat. De a hagyományos lakodalmak is leegyszerűsödtek, például teljesen elmaradt a párnapi szedésének szokása, ami azt jelentette, hogy a nagybőfé a vacsora alatt párnával a kezében a mennyasszonynak úgymond párnára gyűjtött pénzt. Ugyancsak vicces ritmussal a kezét megégető szakácsasszonynak is tettek régen pénzt, ma már ez a szokás is megszűnt. De ha még inkább visszamegyünk az időben, régen a környékünkön maga a nagybőfé hívogatott a lakodalma, a lányos házaknál pedig pátlikát kötöttek a bőfé kottyára, ma viszont már mindenütt az ifjú pár hívogat. A lakodalom kötött formák szerint zajlott. Első. A násznép indulása a vőlegényes háztól. A fiatal hajadon lányokat és még nőtlen fiúkat a bőfé összepárolta, ezután a lányok virágbukvétát tűztek a fiúk mellényére. Második. Beérkezés a mennyasszonyos házba, az arra kikérése. Harmadik. A kendő kikérése. A mennyasszony saját kezünknek mindent kendővel kedveskedett a bőfének és a násznagyoknak. Búcsúztatása a szülőktől, keresztülőktől, testvérektől, barátoktól. Negyedik. Indulás az esküvőre. Az összepárolt hasonló korú fiúnak is lánynak az esküvői menetben együtt kellett mennie a polgári és egyházi esküvőre, és az es folyamán az első táncot illő volt mindenkinek a párjával táncolni. Korábban a férfiaknak csak öltönybe, a nyuszonyú lányoknak pedig csak hosszú ruhában illett lakodalomba menni. Ma már viselettel kapcsolatos szokások mondhatni nincsenek. Adjon az Úristen szerencsés jónak! A legelső szavam a tisztelt Urakhoz. Nem tudom, jó utána járok, de merem állítani, hogy nem csalatkozom. Perzsiából kiindulván a bölcsek, csillag után mentek, Betlehembe értek. A csillag megállván egy háznál betértek, megtalálták, mit ők kerestek. Engemet a bölcsek beküldtek, követnek, hogy beengedni legyenek szívesek. Hát kit keresnek? Hát a mennyasszony. Hát itt olyan nincs. Hozzanak nekem egy olyan galambot ki, amelyik turbékon. Hát nincs. Tessék, keresni. Kereshetünk azért. Jó. Ja, hát én azt mondtam, hogy turbékon. Ez még csak csicsereg. Hát majd, hogy ne. Jó lesz? Hát igen, fiatal. Azt mondják, majd meg nő. Ez nem fogja én kiválni. Jó, tessék már keresni valami más. Nem jó. Nem.
Na hát, keresünk akkor. Hát itt nagy gond van. Ez olyan vég, hogy már csak kál. Kál. Jó lesz. Már igen, öregek már, már csak egy kocka. Tessenek van sérni, mert már görcsön, de egy kocka. Már tapasztaltam. Tessék úrvé kóni, oké? Tessék. Tessék már másat keresni. Hát? Hát ő minek válogatnak? Jó lesz a kérdés. Ilyen válogatom, sa vele. A nyugdíj az jó? Elmegy! Lát, kedves ölegény barátom, itt nincs mit tenni, nyugdíjt kell mi hamarabb költeni. Tessék már Halljunk szót! Íme elérkezik!
érkeztünk a templomhoz, de ki lesz a pap? Válom én a papságot. Úgy összeadom én őket, hogy a nyári zivatar se veri szét. Álljatok ide elén. Attila, szereted-e Viktóriát? Szeretem hát. Adsz neki pénzt? Adok hát. Nem vered meg őt? Hát, ha jó lesz, nem. Viktória, szereted-e Attilát? Szeretem hát. Teszel a levesébe egy kanásot? Akár még hatot is. Akkor megáldalak benneteket. Menjetek Isten hírével. Mindenki táncoljon! Mindenki táncoljon!
Oh,
tartunk, majd rövid pihenő után, vasárnap délután Morzsára várták vissza a vendégeket. Itt van a mennyasszony, akiért fáradtunk, akiért szemünknek még álmot sem adtuk. Lássuk hát a táncot, nem esérült-e, vagy a fél lábára meg nem sántult-e. Ritka buta, ritka ágya, ritka orosz, ritka kislán, akit a darosz. Lázni rám az enyémbe barosz, kicsiken, kicsiken, szemcsíves. Nincsen semmi baja, jó gondját viselt, áldja meg az Isten, ki tőt felnevelt. Eladom a mennyasszony. De kis itt a kis már, mennyasszonyi látszott, hogy elmenjünk el. Látszott, hogy nem szívesz találni, a mennyasszonyra terve menik szivárni. Eladom a mennyasszonyért, de ez se baj, hogy nem szívesz találni. Az a kis a legényére marad. Thank you.
Hoy, 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 h
¡Suscríbete al canal!
Yeah.
Pille, 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 se provi la vita. Viene chi sai le gare, io mi dicevo così. Pille, 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 se provi la vita. Con noi sognare, come un sera ancora. Vierza cane, cari posto a tanto. Menj a szonyára! 99 rubel, 99 kopert! Ki a léte többet? $100! Menj a szonyára! 120 dollár! 99 kopert! $130! Köszönjük a megtisztelő figyelmet! Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk mindenkinek!